A megye gazdaságát és a legjelentősebb megyei székhelyű gazdálkodók teljesítményét bemutató Top 100 kiadvány egy 20 éves kezdeményezés. Ekkor készült el először a Kelet-Magyarországban egy évvégi gazdasági összesítés. 13 éve pedig a megyei vámhivatallal és a megyei kereskedelmi és iparkamarával közösen készítik el ezt a listát. Jubilálunk többféle szempontból is, a napilap idén 75 éves, a megyei kamara idén 25 éves, és 10. alkalommal adunk át gazdasági díjat. A célja tulajdonképpen az, hogy egy aktuális, friss tükörképet adjunk a megye gazdaság életéről, teljesítményéről. Itt pontos számok, kimutatások hangzanak el iparági bontásban. Ez egy nagyszerű gazdasági seregszemle. A szakemberek szerint 2018 sikeres év volt üzleti szempontból a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozások számára. Statisztikailag ugyanis jelentős gazdasági fejlődést mértek, kiegyensúlyozott politikai, gazdasági és adójogi környezet övezte a tevékenységüket, hangzott el a rendezvényen. Ezt igazolja az is, hogy az export több mint 86%-a kötődik ezekhez a cégekhez, és a foglalkoztatás 30%-át az itteni társas vállalkozások által alkalmazott munkavállalók teszik ki. Ezek a cégek 16%-os részt képviselnek az országos adóbevételekből, ami összesen 130 milliárd forintot jelent. Természetesen mindig vannak új belépők, illetve jelentős mozgás van a top 100-as körben. Mintegy 40 vállalkozás cserélt pozíciót ebben a körben. Egy 3 milliárd forint volt az a értékhatár, amivel nettó árbevétel kérdezik, amivel be lehet kerülni a top 100-ba. A megyei vállalkozások innováció szempontjából is jelentős fejlődésen mentek át az elmúlt egy évben. Ez főleg élelmiszer és textiliparban volt megfigyelhető. Az illetékes minisztérium igyekszik ebben részt venni. Építőipari támogatási program keretében közel 10 vállalkozás kapott segítséget a megyében, az Irinyi tervben, vagyis az általános iparfejlesztési tervben pedig 2 cég vehetett részt. Az építőipari program egy kisebb összegű támogatást jelent, itt 25 és 400 millió forint közötti támogatásban részesülhettek a cégek. Az Irinyi terv támogatási program egyel nagyobb volumenű, ott akár 80-100 millió forintos támogatási összegeket is kaphattak a vállalkozások. Idén 10. alkalommal talált gazdára a rendezvényen a Top 100 gazdasági díj. 2019-ben ezt a 230 milliárd forintos bevételt szerzett Háda György kapta meg.